Szevasztok, ez itt a Game Day Iroda és a Rainbow Six Media Challenge 2. Rainbow Six Siege-ezni fogunk versenyszerűen. Amikor kijött, akkor játszottuk vele, azóta nem. Úgyhogy rettenetesen amatőr, de annál lelkesebben csapunk bele a versenyben. Try hard! Csapat nevünk van, és most bömböl a hangszóró, ezért nem biztos, hogy halljátok, de csapattársai, KD, csapat, Kodi, Dév, illetve Szalai, Isti, úgyhogy ezzel a csodálatos ötökssel megyünk a győzelem felé. El kell mondanom, hogy azért vagyok sapkában, mert nem csináltam meg a hajamat. És nagyon éhesek vagyunk, és kikértünk egy melegszerzésen, ezzel kezdődik számunkra a rendezvény. Lehet inni egy rakat alkoholt, de mi nem. Nem. A győztesek nem ez fog megmenteni titeket. Nem. Így lehet nyerni. Nem, igen. Ők a sörre pályázok, mi az 5 órás játéktapasztalatunkra és a mentős első kényszeres. Igen. Mindjárt nyer, és... Nyertem. És nyert, és megesszük azt, amit... Ez mi? Nem tudom, kapok a Good night. Ez mi, amit adtál nekünk? Valami szendvics. De ez a tiéd. De mi is kértünk, csak még nem jött meg. Ja, akkor nem adom oda. Ne add ide, visszaadjuk. Nem. Csak nekünk be kell ülni. Én nem vissza az inkajám. Azt hittem, kajások vagytok, mondom, én már egy félig tele vagyok. De jó fej volt. De akkor most annyit teszek. Évelő. Megvan egy! Még egy! Ó, bak! Melyik oldal? Jobb. Gyere! Látom! Ott van még egy! Szép! Ó, mekkora szag! Jobbra van. Tehát, hogy engedjétek be! Hol van? Arra megy be pedig. Fogom a hátul. Jobbra. Jó! Yeah! Itt vagyok. Én egy hasznos része vagyok a csapatnak. Aha, jön, látom őket. Igen? Jó. Bassz meg! Jövök! Mit jó? Oh! Shit! Oké! Greg, kapod a heal! Köszönöm! Kapsz még egyet, bassz meg! Belesétáltam! Ben van Bén! Balra! Én 4 óra kert. Van még egy! Kettő van! Potolom! Ott van! Nem mozog, gyorsan! Jön! Ott feszik fenn! Fekszik? Anyja! Ez idő! Ne fogjuk tenni! Szóval, gyerünk! Ez van! Gyerünk! Jó, mind a kettő ott van. Mi? Nem céloztál. Azt a meg. Te kár érte. Gyerünk, Kodi. Kodi a keri. Ott van. Gyerünk, Dédi. Ott volt a fejlődés! Megvan! Szép volt!
rossz a mindenit. Igen. Erre nem számítottam. Abszolút egyébként. Nem. Én igen. Te számítottam. Mekkora kamu. Én hoztam azt, amire vállalkoztam. Amit megálmodtam, letelveztem. Utolsó lettem fordul. De megvan az első meccs, legyen rangozni. Nem király. Meccs értékelés. Ami nagyon meglepő volt, hogy a Szalai is tök király tank. Nagyon szépen összefogta a csapatot, szerintem úgy értem, hogy amennyire ő mondta, hogy mennyire ért a játékhoz, nagyon szépen vezette a támadásokat. Én úgy gondolom, de egy perc alatt fel lehet újra venni ezt a játékot, és semmi gond igazából nem volt, ráéreztem azon. Egy darab asszisztot sikerült összeszedni, az én időm még eljövőben van. De tovább jutottunk. Eszméletlen 3-0-es győzelem már. Mazurék aláztak. Kívánj nekem most sok szerencsét. Sok szerencsét kívánok. Köszönjük szépen, hogy én írod a nevében. A mi meccsünk következik a Nokedli szaggatók ellen, ami azt jelenti, hogy a Milános srácok, Zsozé atya, Turbo és talán Papava. Hiszem. Igen, itt vagyunk. És igen, jól elmondtam a csapatot. Jövök, és ott a Gergő elől. Úristen, engedjetek. Úristen, menj, úristen. Most nem vagyunk barátok. Nem vagyunk utálnak. Fúj, ne nyújtál. Nem. Húsz! Csaj! Itt hadd! Te háromra fél! Mondod, csaj! Gyerekbe, hadd! Jó! Csaj! Hadd! De azért, hogyha benéz valaki, eléggé szép semmit tud kihozni. Rátette a szöpresszort, ugye a hangtompítót. Hopp, ott egy dévet meglát. Az egy fejlődés, hogyha lehúzná a célkeresztet, meg is lehetne. És itt a Glásznak a hibája, hogy most ha egy sima rifle-lel nézett volna be az ellenfél játékosára a B-turbo, a Cipapro. Volna. És egyébként tényleg... Ugye ezt nem, talán kevesen tudják, hogy ő... B-turbo neki... vagyok, Cipapro! Igen, pontosan, és hogy szeretnénk hallani egy ilyen felkiáltást. Ott a Cipapro! És hát halljuk B-turbónak az örömét! Ő Lanon már régen is a hangember volt, és ugye ezt jó értelemben kell érteni. De jó az a blitz ott bent, paplovag. Hát itt le lesznek darába isték. Fél, megkéselik szerinted? Nem, no disrespect. De paplovag az, hogy látom, a shield-el akarta leütni az ellenfél játékosát. Az is fun. Vagy amikor a sledge-el, a nagy kalapáccsal. A 40 kilós kalapáccsal. A Samu kalapáccsal, igen. Na hát Imi és Greg, a dinamikus duó. És erről beszéltem, nézd meg, kizárta magát a Kesszelen még egy korábbi mérkőzésen. Erről beszéltem, kizárta magát egy kicsikét, és nem tud átmenni, csak egy másik folyosó. Oda néz, Imi leszette a papulóval. Hoppá, jön be a fiúznak a bombája, és pont nem talál senkit sem. De nagyon jó volt a taktika, Greg magára húzta ugye paplovagot, és Imi hátba tudta lőni. Hát azért látszik az évek meg a rutin a két barát között. Így van, hát ez a BS hatástalanítva lesz, B-turbo ugye továbbra is csipával nézi folyósot, és csak a folyósot tudnak kijönni a védő játékosok. Hát ez a Hollywood News Agency Greg és Imi elengedték. Közben egyébként érkeznek lassan Gregék, úgy tűnik, hogy egy hátsó bejáratot, egy a lépcsős bejáratot választják. Igen, hogy a blitz mögött mennek, szépen sorakoznak, és így próbálnak bemenni a fentir, akkor egyébként ez a dummy room, ahova be akarnak jutni, és elég érdekes választás a védőktől, hogy ezt szeretném megvédni, az egyik legnehezebben megvédhető szájt, azért mert annyi, hát az egy korai entry volt, a blitz hamar ki lett lőve a játékból, hát van ott, aztán még, ha jól láttam, egy fiúz pajzs, igen, a fiúz pajzsal hozták, de vigyázni kell magára, mert Jani, azt, amit tud a fejlődés Dave-től. Nagyon szép volt Dave-től, úristen. De így, pak, ennyi volt. Ahogy kell, azt a kamerát ki kéne, a kamerát már rég ki kellett volna lőni, nagyon sok információt szerez így. Turbo a shotgunnal, Greget és Kodit is meg tudja ölni, úgyhogy Imi maradt egyedül és magán gyógyít. Igen, mondjuk arra még mindig jó doki. Belőtte magát B-turbo. Imit keressük meg, mert most B-turbo... Igen, Imi, vagy bocsánat, B-turbo felhillelt magát, és Imi pedig, aki 1v4-ben van, mit tud tenni? Hát nehéz helyzetben, de hogy szakadt így el a többiektől? Ott fönn a kamera, látják, hogy hol van, és ahogy B-turbót ismerem, már pedig ismerem, megy meg rá, is azonnal. Megy a fregre, hát érzi. Hova máshol. Hogy is van ez a régi mondóka, hogy érzem, be fogja adni, fregre megyek? Igen. Tudja, hogy ott van Imi, meg fogja találni másodperceken belül, a másik tovább itt van mellette. Most meg is lesz neki, itt van neki balra, puff! És hopp, B-turbo be...
pillantgat, már nagyon közel van az ellenfél játékosaihoz. Hoppá, meg is van neki egy ember! Greg kapott egy fejlővés, hopp, Cody is kapott egy hasonlót, de még egyszer kinéz onnan a fedezékből. Ját, Cody is úgy van vele, hogy inkább még se. Azt a mindenit! Az a visszapík! B-turbóra, Kurt hozhat. Nagyon kell most már egy fordulatás, akarom mondani, egy visszajövetel, mert méltatlan lenne azért a tryhardnak, hogy így veszítsenek, így van. Úgy tűnik, hogy ez most meg is lehet, ha csak nem fordítja meg ezt Pisti és Jani. Hoppá, a másik dinamikus duó. A páratlan páros inkább, azt mondom, a dinamikus duó az Imi és Greg. Bement egy stun grenade, benéz, Pisti, de azonnal injured lesz. A társának segíteni kell. Arrébb kéne Pistinek csúszni, hogy van lehetőség kúszni a földön. Így de van. Olyan aranyos, hogy kúsztak együtt! Jaj, de jó. Na, felszedik egymást. Hát ez a gyógyítás, ez érdekes volt. Megnyomtunk egy-két gombot a térdén, és már is vele. Olyan a stun grenade, az nem volt túlságosan. Most az a flash, az nem volt túlságosan sikeres. Mindenképpen szép volt Janitól, hogy felszedte Pistit. És felkezdeni a bombát is ezzel együtt. A kérdés, hogy merre menjenek, ugye az elég sok információjuk van most már azért Istieknek is. Hoppá, a Isti és Pisti egymás ellen. Most esik le egyébként. Valóban, tényleg ott van Isti is, ugye Szala Isti a Tryhard csapatában. Együtt kéne egyébként mozogniuk. Ó, mondjuk az egy nagyon jó kezdeményezés Janitól, de Pisti is tudok közben fregelni. Lehet, hogy hozható lesz ez a 2-4, 30 másodperc van hátra. Ó, elesik a defuserrel. És most már csak Pistél. Jani elhullott. Menni kell a defuserért. 25 másodperc van hátra. Ebben a játékban 20 másodpercet támad, már nagyon-nagyon későn van. Főleg egy ilyen 1-3 stretch van. Itt van balra Cody. Erről van információ. Cody kijön. Ó, és nem tudta előni. Itt a szépítésünk. Igen, azért itt ne feledjük, hogy alapvetően olyan játékosok játszanak. Youtuberek, gamerek, újságírók, szerkesztők, menedzserek, akik nem feltétlenül a Rainbow Six Siege-ben a legjártasabbak, viszont itt vannak, hogy népszerűsítsék a játékot, illetve hogy egy jót szórakozzunk együtt. Blackbeard szépen bedrónoz, alias Imi. Blackbeard egyébként jelenleg a játékban az egyik legjobb karakter. Tehát Iminek ez egy tökéletes választás, hogy ablakon benézel, szinte lehetetlen, hogy meghalljál. Tehát, hogyha tudsz lőni, akkor le fogod hozni bele a kb. Azt a bőt. Hopp, belement a viewtba. Igen, ezt talán, hogy a nézők nem nagyon tudják, hogy ilyenkor miért ment el a kép a drónból, amikor leérkeztél az ellenfélhez. Ugye, VR Jani mute-ot választott operátornak. Van egy ilyen speciális gadgetje. Eszköze. Szép magyar eszköze, igen. Ugye, ahogy láthatjátok bal oldalt, van még neki egy darab, ez a Signal Disruptor, az a jelzavaró. Mindenféle elektromos kütyűt megzavar az eszköz. Közben, és ott van a tacsanka. Egyébként Zsizi, Zsozé, nyomatja. Teletömte őket ollommal. A hurkatöltő. A hurkatöltő, azt megmondom. Nézzél ki, nézzél ki. Figyelj, csal, hát nézd meg. Valon keresztül lőtte, tuti csal. És nem tudnak lejönni ennyi. Oh, pont árazott, kicserélt a tányért. Hát figyelj, kell az új fogás. Jöhet a második menet. Jöhet a második fogás. A második fogás. Ott, jó, vakítógránát. Hát nem engedi el, nem szabad leengedni a bal klikről az ujjat. Igen, nagyon kreatív karakter, ülj és nyomd a gombot. Figyelj, bejön, nem? Hát nem tudok lemenni lépcsőn. Ott van a diffuser, kész! Zsizi befogta, megnyerte ezt a mérkőzést. Ennyi volt. Nem jönnek el, itt már nem mennek át. Jani is ott van még segítségnek. Ez viszont meg lesz, úgy tűnik akkor. Zsizi kifogyasztotta azt. Greg marad egyedül, vagy... Oh. És ennyi volt. Na, beszettünk! 3-1-re, azért úgy gondolom, hogy férfiasan helytáltunk. Amit a mi játék tapasztalatunkkal ki lehetett hozni, úgyhogy egy évvel nem játszottunk ezzel a játékkal. Ahhoz képest tovább jutottunk, még lesz egy igazságos meccsünk, meglátjuk, hogy ott vagyok, hogy teljesíteni. Igen, igen, volt a game day taktikai részlegek, én úgy tapasztaltam, hogy most már az előző meccshez képest nem teljesen jól van megtudtuk, hanem ki volt a kalába, és úgy pikkeltem karaktert, hogy nem most értelme legyen. Ez valamint az abszolút jobb javasolni, nagyon fontos. Úgyhogy lehet, hogyha mondjuk játszottunk volna az utóbbi 3 hónapban ez a játék, akkor még jobbak lennénk, de így is elég jobbak vagyunk. Köszi, köszi! És Gerő
Gergő, megint elszaladt! Gergő, megint elszaladt! Hol szaladt a Gergő? Ja, itt vagyok, szia! Elszaladt! Igen! Na, legyünk szóval, a Vigaszágra! Vigaszágra, és mérkőzés következik. Nem is tudom, hogy kik ellen. Ellenedek játszom? Nem. 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 Igen. Mindig nyerünk. Jövünk. Mindig nyerünk, mert ha nem nyerünk, akkor is nyerünk. Vesztésben is győzelmet megtalálni. Így van. Vigaszág, let's go! Már is nyitják az ajtót. Ah, és Cody kezdje a fregelést. Pult hamar elhullott. Cseh László személyében. Így van, abban pont olyan távolsabban voltak, amit még nem látott a Pulse eszközével valószínűleg. Dok az... kerülő úton van, kerül, és most Imivel találkozni is fog. De Dok fel tudja magát éleszteni, de nem éleszti fel, így van. Igen, a Doknak van egy speckó képesség, ugye, amiről már beszéltünk, hogy tudja a társakat feléleszteni, gyógyítani, de amikor ő így lekerül, ha megnyomja a középső gombot a Dok az egerén, akkor szépen feléleszti saját magát. Most erre lett volna szükség bőven. Még ide is lett volna fölkászálódni egyébként. Igen, talán igen. Hát most már mindegy, 2v5 szituáció alakul így ki. Nagyon nehéz helyzetben vannak a védők. Teljesen elfoglalták a bombát a támadó játékosok. Imi van bajban egy picikét, nem is kicsit, most már nagyon a földre került és elhullik. De menni kell leszedni azt a diffusert. Igen, 25 másodperc van már csak hátra, nagyon alacsony HP-n van Darth. És a Blitz most nagyon jó. A Blitz nagyon jó, így van. Abban az ajtóban nem fognak tudni bejönni. Az ablakot meg ketten tartják. Így van. A támadóknak. Ott a vége a körnek. Greg fejezi be a kört. Ugye Valkőr az a 2-vel ezelőtti DLC-be jött ki, igaz? A Dustin. Igen, igen. A brazil operátorok erőt jött ki. Így van. Róla még nem beszéltünk egyébként. A speciális képessége ennek a hölgyemének az, hogy kis kamerákat tud kidobálni a pályára. Így van, három darabot. Egyébként Imi még egyet se dobott ki. Lehet, hogy elfelejtette, vagy lehet, hogy későbbre tartogatja, amikor már tudja, hogy hova kell. No, neki csak a csaj tetszik, akivel mehetek. Az is elképzelhető, így van. Egyébként nagyon fontos még Valkürnél azt megjegyezni, hogy szintén egy gyors operátorról, gyors mozgás operátorról van szó, amit a profik nagyon szeretnek, tehát gyakorlatilag 70% fölött választják ki minden körben, és most itt is megjelenik. Az elég bátor volt egyébként Szirmai úrtól. Megpróbálják kidobni egy rázot, a lábát kéne elő az ellenfél játékosnak, és meg is történik. Van, nagyon jó, a diffusert elejtették. Ez nagyon fontos skill lehet. Nagyon jó, a prefire, és megvan neki Sasa is. Hát te jó Isten, mit csinál itt Greg? Alig van HP-ja, kb. 10 HP-ja sincsen. Jön Darcy is. A harmadik. Elbújik a holtest mellett, nagyon jó az a stun grenade. Ebből talán nem fog kikeveredni már Greg, de mégis, komolyan mondom, kikúszik még ebből a cituból is. És a diffuser megvan, és valószínűleg az infosztás a társaknak. Van még egy bakkunk, és egy kalapácsos emberünk. Így van, Sledge. Nagyon nehéz helyzetben a támadók, nincsen a kezükben a hatássanyítókészülék, de igazából, hogyha a kezükben is lenne, nincsen bomba, ahova le tudnák rakni, hiszen mindenhol ott vannak a védők. Cseh László. Kaphatna el egy-két ember, ah, de nem fog megtörténni. Amint benéz, kapja a fejlődést Istitől. És egy bugbearünk van az IGN csapatában. Egyedül 1v4-ben. Mit tudsz csinálni, bugbear? Greget sikerül lesebeznie, ez így már csak három emberrel kéne foglalkozni. Azonban van Dok a védő csapatnál, és hasznosnak bizonyul, azonnal feléleszti Greget, így továbbra is négy védővel néz szembe Bugbear, és végül meghal. Szerintem hallja őket egyébként, meg őt is hallják valószínűleg, hogyha jó a fülük. Igen, ó, most mögötte másznak az ablakon, ezt most pont látta volna egyébként, ha megfordul, de nem, hát erről már lecsúszott Greg. Hát pekes volt ebben a körben, mi akár mindhármat előhette volna. Igen, főbejáratról várja őket, nem számított arra, hogy mögöttem, hogy felköteleznek majd a tőről a játékosok.
Nézelődés megy befelé az ablakokon. Tudják, hogy hol a bomba pozíciója. Sajnálhatom a... A Tryhard csapata egy összhangolt támadással akar bejutni. Opa, ez nem egy túl jó, hogy itt pókemberezni. Greg is rájött, és konstatálta egy nagy nevetésre, hogy ez nem volt ilyet a legjobb ötlet, de még egyszer megpróbálja, hogy gyorsan nem megy. Mert Codynak sikerült megölni azt a védőjátékost, aki ezt a szöget védte. És így be tudtak menni az épületbe felülről. Szépen beugranak. Hát így bajban lesznek hamarosan a védők. Az a fal törhetetlen, azonban ez már sikerülni fog. A kamerát ki kéne lőni valószínűleg. Ú, az a gránát az... Kicsit még közel is lehetett volna, de nem, azért jó bepattan. Á, viszonylag tiszta egyébként, de azért letartják ezt természetesen a... Az a gránát jó lehet egyébként, így a húzódok is jó, vissza. Be kéne most menni bátran Gregéknek, hogyha le akarják hozni a kört, mert kezd egyre jobban fogyni az idejük, visszafoglalják a pozícióikat a védőjátékos, és most hátba lesznek lőve, itt talán ketten is. Ibinnek megvan Cselászló, és Szedj is a földön van közben. 3v3. Így van, Freget vált. A diffuser náluk van, ami fontos, de most már 30 másodperchez közelítünk, úgyhogy lassan tényleg be kell menni a pontra. Ott van egy védőjátékos, akit el kell kapni, így van, sikerül is. A kapkán nézem, hogy merre szolgált a pályán, akár mögük is mehetne. Így van, 2v2 időközben a kapkán csapda volt sikeres, Imit ölte meg. És 10 másodpercen belül vagyunk. És menni kell. Greg ezt lövi az ajtót. Ütni is kéne. Ajaj, ebből baj lesz. De ha most elkezdi, akkor még jó. És időben elkezdi. Úristen! Az utolsó másodpercben elkezdi rakni a bombát. Vagy inkább 10 másodpercben. Tehát Bakber. Így van, az 1v2. Greg kezében. Mit tud csinálni? Tudják, jöbbe Bakber, egy 0 HP-s kapkán. Ez könnyű Greg volt neki, de megvan az információ róla. 1v1 szituáció. Lövik a Rook lövi őt. Greg pozícionálja magát, és megvan neki az 1v2 szituáció. Ki tudott elé szépen kúszni. Sasa hibázott a Rookkal. Ugye a szófán keresztül próbálta szétlőni az ellenfél játékosát. Egy gyönyörű szép bravúr itt a végén Gregtől. Nagyon szép játék volt. És most nem más, mint a Man of the Match fog interjút adni Roberto-nak, mert hogy 2 meccset is behoztál le, azért... Meg az Isti. Ő is behoztál. Azért ezt valljuk be. Igen, nem tudom, hogy most mi történt, de nagyon-nagyon jól, mert összesen 7-kill egy az is jött össze a 3 meccs alatt, és az utolsó meccs vége az egyenjátékosság. MVP. Harmadikok lehetünk, de harmadikok akarunk is lenni, mert ez mit jelent, hogy a igazságból kihozzuk a maximumot, így lesz? Hogy is volt a mondás? Na de hát a szokásos és Timár is a blitzel megy előre, vezeti a sort. Szokásos ez a megyünk a pajzsos operátor mögött taktika, amit ma többször látunk. Igen, ez egy old school taktika, de nagyjából az összes csapat ezt használja. Azt a csapdát ki kell lőni, mielőtt lemennek a lépcsőn mindenképpen. És szerintem nem vette észre még. Igen, az ellenfelekre koncentrál, de azt a csapdát most tényleg ki kell lőni. Abban valaki belép, az fáj. Hát igen, főleg, hogy 2 védőjátékos is van. És az EDS védi. Így van. Jéger eszköze bizonyul hasznosnak. Itt van balra a falon. Sirius nagyon bátor kijön a blitzre. Olyan túlságosan bátor, most kapott volna egy szerencsés fejlővést. Nem örült volna valószínűleg. Az ott be lesz lőve, de kezdett a barikéd, így is van. Ez a baj ezzel a szájt, hogy annyi helyről le lehet lőni. Ettől függetlenül úgy tűnik, hogy meg lesz védre. Egy védő operátor sem hullott el, csak egy eső maradt. Le van sebezve, good like. Nézzük, alulról szét tudják lőni Greget. Hogyha azt az egy embert megtalálja, akkor lépcsőznek, akkor még van esély, de... Á, nem tudta előni szegény. Van, a spray nem volt tökéletes.
elől a védelem szupportolnak, hátul pedig a damage dealerek, tehát akik a sebzést osztják ki. Egy kicsi coverétől egy kicsi drón bemegy, felderít, valószínűleg a spot is tőle. Igen, ott Imé van pulszal, és szerintem pont nem abban az irányban nézett, amerről a támadó játékosok érkeztek. Greg hullik el elsőként, azonban az ember hátrányt sikerül hárítania. Ó, isti! Egy duplával. Freget vált, szépen lövik vissza a srácok. Laci most nem tud egy kicsit mit kezdeni magával, ott is itt el tudná lőni simán. Közel kéne menni, és le kéne basolni. Oda kéne menni, és le kéne basolni ezt a dokkot. Igen, csak hogy, és igen, jobbra ugye Sirius fedezheti őt. Kort az ellövi, Imit, és hát Sirius. Így ez a támadás szerintem már meg lesz. Laci nagyon jól csinálta, elvonta Istennek a figyelmét, hogy nézd, itt vagyok egy nagy shield-el, itt vagyok itt, az meg Siriusnek oldalba lőtt az ellenfél játékosát. Nagyon jól csinálta Laci, a revolveres shield-es, 1v1. Laci, az egy kicsit megvan ilyen most a szituációtól. Ki van fogyva az a revolver? Egy töltény van a revolverben, így van. Puff! Nem sikerült. Ez nem az a játék! Ez nem az a játék! És most jön be a Frost! Ez egy nagyon kiki és nagyon 50-50 lesz. Egy szerencsés lövés mind a két játékosról. És millizhetné, talán ilyen közelből a milli lenne jó. Úristen, mi lesz itt ebből? Valakinek megkérdezi, jön a Laci! Leengedte a shieldet, és abszolút nem örül Laci. Ezt talán ti is láthatjátok, így van. Nem örül Laci egyáltalán, hogy megtörtént a szituáció. Aj, Laci, ott volt a kezében. Igen, itt az erkély felől mindenképpen be kell nyitni az ablakot, és az összes ablak felől egyszerre kell benézni ahhoz, hogy ne egyesével szedjék le ugye a támadó játékosokat. Laci! És Laci a tacsankával. Mi ez a pozíció? Ott nem megy át a lőszer, de nem egyszerű. Hát tartja az erkélyt, mondhatjuk. Így van, workshopot nehéz lesz onnan megtámadni, hogyha egy ekkora LMG tartja. Hát meg a hát bontja a falat az arc, vágod? Hát... Na most DD-t be fog ránézni. Ó, ott nem megy át a lőszer, Laci! És ki fog folytni, meg fog halni. Megbüntette azt a pozíciót. Ez is egy szoros körnek néz ki. Egyelőre. Jelenleg 2v3 szituáció alakult ki, és úgy látszik egy workshop támadást láthatunk. Isti már benn van oda, akár le is rakhatná a diffusert. Igazából 2v2 van, mert Kodi leesett, vagy nem tudom, de ez mindjárt meg fog halni a konkrétan. A diffuser viszont lent van, de mit tud csinálni? Kaveri bemegy, és Cortez-nek is most már csatlakozni kéne hozzá. Kaveri elhullik, Cortez 1v3-ban, mit tud csinálni? Mondjuk azt, hogy inkább 1v2-ben, egyébként ugye le van sebezve. Az már nem, már felkelt már. Azóta. Valóban, föl lett szedve, tényleg. Bizony, volt idejük elmenért, azonban most már egyre kevesebb pick. Ideje van Corteznek. 20 másodperc van hátra gyakorlatilag. És végül elhullik. Van egy glázunk is, Kaveri személyében. Így van, hát a gláz az ajtót nyit, hogyha arról van szó egyébként. Gond nélkül kibontja a garázs ajtót, ahogy kell. Így van, nemrég erősítették meg egyébként a lövedékét ebből a szempontból. Régen csak nagyon apró lyukakat ütött volna a falra. De hát most már tiszta látás. Kellett neki egy kis buff, mert emlékszem annak ide nagyon lehet nerfel valamikor. Mondjuk amikor kijött a játék, akkor nagyon durva volt még az operátor. Mindenkit egy lövésre ölt testre. De közben meg volt az első kontaktunk. Isti hullik el a védekező csapatból. És ide pedig válaszol, Cortez hullik el. Közben Imi lehet, hogy mögéjük tud menni. Ha kinéz itt a nappali ablakán, akkor találhatott játékost, hiszen hárman is a varázs fölől próbálkoznak. Ugye nagyon nullos, neki vigyázni kell magára. Hiába a Rook Armor. De bejönnek garázsba az ellenfél játékos, és ez nem lesz szerintem lefedezve, ez a bomba le lesz rakva. Egyelőre Dave van itt a band, ő tud valamit sem, meg egy-két shoot hold, de azok kiállhatóak. A blitzet elengedte most, és
Így van, hogyha Glácot lőtte volna, akkor több esélye lett volna ezt túlélni, időközben a blitz is elhullott. Kaveri bont. Laci megjött, megint megjött Laci, de nem bassol, egyelőre is így ki lesz lőve, Laci kegyetlenül azzal a... Igen, millizni kéne megpróbálni, bár most már nem lehet. Most! Ó, megjött Kaveri a glázzal segíteni Lacinak, hogy ne kerüljön meg olyan kellemetlen szituba, mint az előbb. A diffuser még mindig nincs ellen. Igen, és Greg és Imi van már csak hátra, és Imit már üldözi Laci a montányával. Ú, ez nagyon kellemetlen. Ó, és megvan Laci. A Kaveri. Így van. A címvédőknek meg lesz a harmadik hely. Lenn a diffuser, és ki kéne futni gyorsan az a glázzal, és itt vége. Tehát ezt nem lehet elbukni ezt a kört, nem? Ó, hát... de visszafut! Miért mész vissza, Kaveri? Ó, a cseles. Claymore. Nagyon cseles. Lemegy a Claymore. Imi szerintem most meglátta őt. Látsuk, hogy rámennek a Claymore-ra, vagy sem. Greg vezetésor nem látja a Claymore-t. Figyelj, bele fog menni abba a Claymore-ba, bele fog futni abba a Claymore-ba, bele fog menni a kegyetlenül abba, mind a kettő, meg van Dominik! Laci a tacsanka helyett, és már kétről kapja a lövéseket, Laci! El lesz lőve, így is van! Azonnal benézett rá, Kodi kintről. Másik ablak volt, megpróbálták visszalőni, de nem sikerült, mert éppen nem kapták el ott. Hamar ember hátrányban. Ó, az viszont egy nagyon jó kinézés, Good Light-tól jó időben pikelt ki, és Cody nem figyelt arra, hogy ott van egy lyuk a barikádon, és freget vált folyamatosan. Így van, 3v3 szituáció alakul ki. Good Light megint freget a P90-nel, az nem betörhető, Imi az nem betörhető, és elhagyja a diffuser, és most Dave marad egyedül a fuse-zal. Három játékos ellen, ma már egy ilyet látunk tőle, nem szabad leírni. De így, hogy nincs a hatásnyomító készülő, így ezért van. Egy fokkal nehezebb lesz. Az akár jó is lehetett volna, de hát elmentek az ellenfél játékosai fedezék mögé. Igen, most már Bújnak a védő, tudják, hogy nagyon nagy az előnyük. Bújnak kb. Két másodpercig, amik ki nem néznek, figyeld meg. Igen, és tegelik folyamatosan a kamerával. Igen, a kamerával látják. És most rá fognak futni, Sirius. Is van. Kigászok csatá! Szép közé meccsen. Kikaptunk a végén, úgyhogy negyedikek lettünk. De ez az a legjobb meccs, meg a legfordulatosabb. 1-0, 1-1, 2-1, 2-2, 3-2. Ilyennek kell lennie egy jó közönség szórakoztató média bajnokság mérkőzésnek, ahol tényleg nem azon van a hangsúly, hogy mennyire try hard az ember, hanem azon, hogy jól szórakoztunk. És úgy gondolom, hogy a bronz meccsen nagyon jól szórakoztunk. Így van, hogy a király volt rendezvény, kiskezik egy csókoljuk. Szevasztok!